Vivian Fable, jó tündér. Az autópályán száguldó kocsiban ülő, 40-es éveik derekán járó férfiak vígan voltak. A vezető nem kért több italt. Mellette ülő és a hátul terpeszkedő társa is úgy döntött, ők is leteszik a pezsgős butíliát, hiszen már is kellőképpen megünnepelték szabadulásukat. Hajdan iskolatársak voltak, cimborásságuk azóta fennmaradt, és mély bizarr az élet, mindhárman a közelmúltban költöztek külön, vagy váltak el nejüktől. Ezen egybeesés örömére kúrjongtak, és nyakalták az ily alkalmakkor kötelező száraz sampanyt. Éljen a szabadság, éljen a haza, bömbölte a hátul vigadó férfi. Megmenekültem a házi sárkánytól, köszönöm jó tündér, és tudjátok, fiúk, hogyan fogok ünnepelni? Mély torkú, odaadó csibék körében. Kedves jó tündér, a vállás mellé kérek még valamit. Tedd lehetővé, hogy az elkövetkező hónapokban el se tegyem a farkamat. A vezető szkeptikusan hümmögött. Ő vagy fél éve szabadult Frigyéből, azóta kitombolta magát. Jócskán meg is csömörlött. Mostanában gyereklátogatás ürügyén gyakorta hazaját. Igyekezett elbűvölni egykori asszonyát. Ez némelykor sikerült is, máskor viszont épp az ellenkezőjébe fajult iparkodása. Többnyire sajgó szívvel távozott a láthatás végén, és a következő találkozásig hódító terveket sződögélt. Ám erről kínzófán sem vallott volna, kivált nem a régi cimborák előtt. Nem kívánta, hogy ércelődjenek rajta. Mellette ülő jó barátja alig talált ürömöt a szóló életmódban. Ő házon kívül gyakorolta láthatási jogát, exnejével agyafúrtan kerülték egymást. Amikor a kamaszodó kölykök elújságolták neki, hogy anyjuk bepasizott, pár napig kutyául érezte magát. Valamiért úgy képzelte, az elhagyott asszony nélküle besavanyodik, és még a kevésnyi nemi életét is beszünteti. Nem örült a pasizó, sőt vérmesen szexelő anyáról szóló híreknek, hiszen a belegondolt arra jutott, hogy exneje mellette került tetsz halott állapotba. Ettől függetlenül eszébe sem ötlött, hogy ők ketten újra összejöjjenek, és aztán nosztalgikusan kesergessék, szívassák a másikat, mint a régi, rút, boldogtalan időkben. A téli táj váratlanul változott át olmosan borongósból dühötten havazóssá. Az autópályán repesztő kocsik lelassultak, szánalmasan kígyóztak a vastagodó hókásában. A vánszorgó tempó falangszerű csoportosulásokat hozott létre. Az út közepén lévő korlátnál, a leállósában, az árokban és a környező mezőn is kicsúszott, elrepült, összetört verdák csúnyállottak. Némelyik pörgőkerékkel megskalpoltan hevert a hátán. Mások csoportaktust imitálóan tömörültek egymásba. A sűrű hóesésben sarkutatónak beöltözött, mobilozó, öklötrázó, gonderrelt emberek bukdásoltak a strádán, roncstól romig. Míg nem teljesen elakadt a sor egy tömeges csattanás miatt. A vezető átkozódva püfölte a kürtöt. Hamar ráébredt, hogy tette épp annyira hasznos, mint a egy hulla vádlira gyúr. Amint abba hagyta a dudálást, a mögötte ücsörgő jóval szangvinikusabb társa hajolt előre, és a kormányt öklözve folytatta az agresszív zajkeltést. Az előttük feltorlódott zománcukat és üvegezésüket vesztett verdák utasai fontolóra vették a heveny önbíráskodást. Az anyósülésen ülő pasas hátrafordult társához. Hagyd már abba, különben meglincselnek, és milyen igazuk lesz. Miért nem kéred inkább a cukifalat jó tündértől, hogy csináljon valamit? Bebrunyálok, morrant a dühöngő. Brunyálj az árokparton, ajánlotta a vezető. Kismillió szemtanú előtt. Mit szégyellősködsz, fél centi a látótávolság? Kilesik a farkamat. Kitizgat a farkad, nézd már tükörbe. A férfi előredőlt, igazította visszapillantón, szemügyre vette magát. Miért mondod? Dünnyögte, arcát fürkészve. Lehúzta alsó szemhéját, kiöltötte nyelvét, megkapargatta borostáit. Csücsörített, kacsintott. Nem vagyok rossz képű. De annyira jó képű se. Nézd szembe a tényekkel, cimbora. A csajok már nem a mi horgunkat akarják bekapni. Mit tudsz te az én horgomról? Mordult a frissen vált. Igenis világhírű horgom volt még a nősülés előtt. Sajnos sokat vesztett a hírességéből, amíg rakságban tengődtem. Na de most majd felújítom a retteget nevet. A másik vállat vont. Na, 20 év fogság után mindjárt így képzelgünk. A vezető keserűen felnevetett. Nem horog az már, csak hor, vagy inkább hör. Majd én megmutatom a világnak, állj meg, mert bebrunyálok. Már régen állok, jelezte a kormányos. Na jó, akkor én most kiszállok. Ne hagyjatok itt, ha netán meglódulna a sor. Nem lódul ez sehová tavaszig, sóhajtott a jobb oldalon ülő. A férfi kipattant a kocsiból.
A leállósávon átevickélve megállt az árokparton. Lehúzta a cipzárját, elővette ékességét. Szabadok vagyunk, drágaságom, köszöntötte legbecsesebb kincsét. Az fázósan összehúzta magát. Ő jókorát nyújtott rajta, nem akarván levizelni a nadrágszárát, cipőjét. Büszkesége továbbra is húzódozott. Midőn még néhány jéghideg hópehe is landolt rajta, azok hidegétől megtöppett, oly kicsinyre, hogy csúnyán beráncosodott. Gazdája kezdett felpöckölődni. Kuncogós női hang kiáltott neki valamit a közeli kocsiból. Bár a szavakat nem értette, a kétségtelen tolakodás már sok volt neki. Úgy döntött, nem szerez jó napot ezeknek, nem hagyja kilesni uralkodói jogarát. Vizeltében lendült neki, hogy átugorja a széles, egyszer mint mély árkot, mert annak túlfelé felfedezett egy sűrűn gajas bokrot. Az jó lesz paravánnak. Gödörugrás közben a lába elakadt valamiben. Ő dőlni kezdett, majd zuhanással folytatta, maga elé tartotta mindkét kezét. Hallotta a dupla recsenést, jobbról és balról is. Sosem érzett kínhullám robajlott át rajta, aztán egy darabig csak hevert a hasán, két keze iszonyatosan fájt. Próbált feltápászkodni, képtelen volt a tenyerére támaszkodni, csuklói nem működtek, megbénult. Tovább hasalt a hóban. Melegséget észlelt maga alatt, bár csupán egy ponton. Ezt szinte nyomban hidegség váltotta fel. Ekkor döbbent rá, hogy összevizelte magát. Elvégre ezért túrázott ide, legalább túlesett rajta. Újfent megkísérelte a tápászkodást. Nem ment, viszont túlérzékeny hőmérője hideget jelzett, borzalmas hideget. Azt is érezte, hogy rettegett előnevű dédelgetett testrésze egyé lényegül a gyorsan hűlő, nedves hóval, hogy belefagy. Felordított. Minél hangosabban ordított, annál kevésbé fájlalta a vele történt tragikumot, a kicseszést, szemétséget, aljasságot. Próbált feltérdelni, ám kész segítség nélkül ez sem ment, tovább ordított. Mi van? Hallotta hátulról. Képtelen volt felnézni, megismerte cimborája hangját. Segíts, leestem! Nyöszörögte, arccal a hóban, azt köpködve. Azt hiszem, eltört a csuklóm, az összes. Két felől megragadták a vállát. Emelkedés közben vizelőszerve recsegve vált el az alatta képződött jégtömtől. Megnyúztátok! Üvöltött kínjában. Imbolyogva állt, két keze dagadtan, élettelenül lógott. Nem mert lenézni. Ragd el, te hülye! Szólt rá a régebben elvált cimbora. Ne égesd itt magad! Nem tudom! Kiáltott. Nem tudom elrakni! Eltört az összes csuklóm! Segítsetek! Kitámogatták korpuszát az árokból, ő pedig azon kapta magát, hogy az út szélén dülöngél, lógatott felső végtagokkal, csüggett jogarral. A kormányoshoz lépett. Úgy helyezkedett, hogy vele takargassa kínos helyzetét. Tedd el, kérlek, lefagy! Imánkodott. A jó barát elhátrált, kezével lepöccintő mozdulatot tett. Úgy viselkedsz, mint egy buzi, méltatlankodott. Muszáj segítened! Hogyan segítsek? Ördült az. Rakd el a farkamat! A tiéd, rakd el te! Nem tudom, eltört a kezem. Akkor mocorogj úgy, hogy visszacsúszol a nadrágodba, tanácsolta a jó barát. Riszálj kicsit, csatlakozott a másik cimbora. Riszált kicsit, körbe-körbe forgatta, rázogatta csípőjét, a kint ragadt szerv nem változtatott hollétén. Behúzta a hasát, hát ha így beszippanthatja cikijét a nadrágba. Az bizony nem szippantódott be, szomorúan lógott, alvas talajt bámulta, roppant ráncosnak és hernyószerűnek hatott. Nem olyasminek, amivel egy férfi örömest elkérkedne. A másik jó baráthoz fordult. Kérlek, tedd be, fogd meg pézsével, csináld úgy, hogy közben nem nézel oda. Én még soha nem taperoltam idegenét, csak is a sajátomat, felelt önérzetesen a társa. Idegen vagyok, hökkent meg. A megrázkódás nem hagyta érzéketlenül a szóban forgó testrészt. Az felemelte a fejét és körbefordult, mint egy végigmérve a többieket. Aztán lecsüggett. A cimborák elhátráltak. Veled valami gáz van, nyekerekte a kormányos. Te gerjedsz ránk. Nem gerjedek, rakjátok már el. Nem rakjuk. Nem hagyhattok így, ez teljesen égő. Nagyon sajnálunk, már is hívom a mentőket, szólt a vezető. Előszedte a mobilját. Kórházba visznek, begipszelnek, meggyógyulsz. Lefagy a farkam, nem érted? Ülj a járgányba. Beülve is el kell rakni. A kocsijuk felé faroló férfiak mögött hangos kattanás hallatszott. Az ajtók bezárodtak. A két áruló jóbarát megpördült, az önmagát lezárt, beriasztott verdára meredtek, majd egymásra. Ugye nálad van a kocsi kulcs? Kérdezte a társa a kormányost. Az végigütögette a kabát zsebeit, arca megnyúlt és elsápadt, szeme kidül lett. Nincs, a riasztó bezárta. Miért zárta be a riasztó? Mordult az a férfi, akinek az exneje már mással szexelt.
mert így van beállítva. Ha mindenki kiszáll a kocsiból, néhány perc múlva a riasztó beélesít és bezárja az ajtókat, magyarázta a tulajdonos. De miért? Nyűszített sírás közeli hangon a törődkező férfi. Ragd már le a falkadat, fölmet rá kérdezett. Ragd el, te, ha zavar! Ha meleg volnék, imádnám, de így nagyon is zavar, és undorít, egyáltalán nem szép darab, most már értem, miért dobott a feleséged. Nem ő dobott, és nem is azért, mert szerinte nem esztétikus a szerszámom. Márpedig kicsit sem esztétikus. Tedd el, kérlek! Nem teszem, miért szedted elő? Mert vizelni akartam. Ehelyett összetörted mindkét csuklódat. Köszönd meg a jó tündérnek, teljesítette a kívánságodat. Most aztán valóban hónapokig nem rakod el a farkadat. Tényleg, a büdös ribanc, hörrent a törödkezű. Ő tehet mindenről. Na persze, megvan a felelős, akkor is csomagold el az ocsmány gilisztádat. Istennek hála, hogy nem hasmenésed volt, sóhajtott a kormányos. Miért mondod, letolt gatyával is úgy hagynátok? Pesztonkának látszunk, vagy köcsedlinek? Csodálkozott rá a régi cimbora. A nem pesztonka fickó rapszódikusan kopaszodott, koponyáján tarfoltok virítottak, ellenben a fülében dúsult a szőr. Ideje volt, hogy valaki megmondja neki, milyen a külcsíne. Cseppet sem kíméletesen. A balul járt férfi vállalkozott a feladatra. Undorító vagy, közölte, pedig a barátomnak hittelek. Én most is a barátod vagyok, de továbbra is csak lelkileg. Attól még elrakhatnád a farkamat, az nem kötelez semmire. Nem rakom, nem illetek kézzel gusztustalan dolgokat. A tiéd pont ugyanolyan. Nem ugyanolyan, sokkal szebb. Ha az enyém maradt volna kint, már körbeállnának, pénzt tornának a sapkámba. Ugye kiszórakoztátok magatokat, reménykedett a törődkező férfi. Most már tegyétek el. Mindenki a magáét, felelte a kormányos. De én nem tudom eltenni az enyémet. Mi pedig nem fogjuk meg a tiedet. Máskülönben egymásét sem. Mit nem értesz ezen? Van itt egy csomó nő, kérd meg valamelyiket. Ez cserbenhagyás. Kompromisszumot ajánlok, odaadom a sapkámat, takard el vele. Nem érted, hogy nem tudok fogni? Szűkölt, a balul járt. Társa szem elé tartott a sütőlapát méretűvé dúzzadt kezét, mindkettőt. Na, kérdezősködj, tanácsolta a kopaszodó. Kopog be a kocsikba, hát halkad itt egy ápolónő, azt tutira elrakja. Vagy egy apáca, bólogatott a másik. Egy apáca miért tenné el jobban, mint ti? Hördült, a bajba jutott. Mert irgalmas. Tényleg cserben hagytok? Hitetlenkedett. Ez végleges? Nem hagyunk cserben, mert már hívtam a mentőket, meg azok egyébként is jönnek, hiszen tömegbaleset történt. Hogyan jönnek húgyagyú? A totális dugóban? Metrót építenek a stráda alá? Helikopterrel. Ilyen időben? Valamivel csak jönniük kell. Nem mindegy neked, mivel jönnek. Tőlem akár ősiklón is jöhetnek. Mindjárt itt lesznek. Addig bírd ki. Lefagy a pöcsöm, nem értitek? Nem erészelt azt kérni, hogy lehelgessük, sikított a kopaszodó. Akkor elfelejtetted, hogy valaha is barátok voltunk. Nem is voltunk barátok, töprengett a kormányos. Csak jó haverok. A barátodét eltennéd? Nyögte a törödkező. Tisztára úgy is elkedsz, mint egy homokos. Már értem, miért dobott ki a nejed. Nem dobott ki. Ha itt volna, eltenné neked? A férfi elmerengett a válaszon. Mostanában éppenséggel nem imádjuk egymást. Eltenné neked? Szívoskodott a kormányos. Nem tenné el, szégyen szemre. Jelenlegi viszonyunk alapján inkább 10 kilós súlyokat aggatna rá, vagy éjeztetett murénákat, csalánna a csépelni, cintányérozna rajta, leturmixolná a riherongy. Szerintem kiröhögne, hangzott a baráti vélemény. Összecsődíteni a tömeget, botrány csapna, ide trombitálná a médiát, aztán nézegethetnéd magad a híradóban. Meg az égető műsorokban, csatlakozott a kopaszodó, amelyek direkt az olyanokról szólnak, akik szobrocskákat faragnak fikából, fitmafagyúból, kesztyűt kötnek hullott kutyaszőrből, nyugdíjas házakban lépnek fel a mandolinozó csótányukkal. Kapjátok be, sóhajtott a törődkező, felfogván hiába könyörög nekik. Oldalt lépve végig tekintett a hóözönben elakadt kocsisoron. Nemigen látott át a bepárásodott üvegeken, a legközelebbi Verdához vászorgott. Könyökével udvariasan bekopogott az anyósülés melletti ablakon. Középkorú nő tekintett ki a résnyire nyíló ajtón. A szemmagasságában megjelenő hímtag látványa éles sikolyt váltott ki belőle. Ezt hosszan kitartotta, olykor meg is cifrázta, hol magasítva, hol mélyítve a hangadást. A porró járt férfi csitítani próbálta a visongót, amelyhez sajnálatosan nélkülözte a két kezét. A szokásos gesztusok és taglejtések hiányában hasztalan habogott, a nő tovább skálázott. A mögötte ülő másik asszony is kitekintett a habozásba, és hasonló módon megbotránkozott a hidegtől kékült, roppant ráncos nemi szerb látványától. Az amúgy is ideges férfi vezető felhagyott a kormánykeléken improvizált dobszólóval, inkább pajszert ragodott, kipattant a járgányból, és átrohant a másik oldalon rimánkodó baleseteshez,
Lecsaplak, te takony! Kiáltotta feje fölé lendítve a szerszámát. Félreérti a helyzetet, hadarta a törött kezű. Kérem, engem nagy bajért, segítségért könyörgök, eltenné, a farkamat. Miért vetted elő, te mocsok? Bömbölte a pajszaros. Te miért szoktad elővenni cseszedalással, vagy csajozás, vagy húgyozás céljából, nem igaz? Mivel, hogy legyezőnek, légycsapónak nem való. Árbócom helyzetéből láthatod, mire volt elővéve. Talán azt is látod, milyen buci mindkét kezem. Nem tudok fogni. Kérlek, rakd el a pisilőmet. A pajszaros magára mutatott a fémtaglóval. Hogy én? Vagy a nagyrebecsült nejed, esetleg a tiszteletre méltó anyósod. Az én családom akkor veszi kézbe a te családfádat, ha előbb igazolod, hogy egy tőről származunk. Frászt, még akkor se. Még csak az kéne, hogy vérfertőzést műveljetek itt nekem. Miért nem segít valaki? Szipogta a károsult. Olyan nagy kérés ez? Pityeregve tovább botorkált az áthatolhatatlan hóesésben. Rettenetes fájdalmak kínozták tagjait. Csuklója, készfeje, veszeje egyaránt sajgott, lüktetett. Fejével kopogtatott egy mikrobusz ajtaján. A kocsiban ülő szülőpár és a két kiskorú gyermek tágra nyílt szemmel bámult rá. Ő úgy döntött, mindent nagyon intelligensen elmagyaráz, nehogy félreértsék a szándékát. Kérem, hallgassanak meg, kiszálltam a verdából, hogy pisíjek, de közben az árokba pottyantam, és mindkét kezem eltört. Ezt a pekhet, és még nincs vége. Eközben a kocsi ajtót bezárta a riasztó, a kulcs pedig benn maradt, tehát elbújni sem tudok. Szörnyű fájdalmaim vannak. Segítsenek, kérem! Mit tehetnénk önért? Kérdezte a kormánynál ülő, tanárkősejű férfi. Eltenné a pisilőmet? A nő felsikoltott. Ez olyan undorító, ilyen ürüggyel akar kéhez jutni? Asszonyom, tényleg két jelentene számomra, ha megszűnne a kínos helyzetem. Ja, és még fázik is a hancúrrúd. Maga felnőtt ember, szólt hűvösen az anya. Bölénykorba érkezett, megjelentek a karakterráncai. Porcelánból készült a mosolya, csomókban hullik a haja, és már biztosan a WC mellé vizel. Miért vizelnék mellé? Fortyant fel a szenvedő. A vádpont érzékenyen érintette, mivel a neje is folyton ezzel molesztálta őt. Mert idővel összetöpped a hancúrrúd, azért, magyarázta a nő. Így aztán a maga korabeli pasasok, legtöbbje a csésze mellé pisil. Még sohasem panaszkodott a felesége, vagy a bejáró nője? Kegyed ajtúrkász netán? Szakítás terapeuta vagyok. És zsenánt volna, ha elrakná a farkamat? Tudnélik, lefagy a nyomorult. Ne idegeskedjék, uram. Észrevette, hogy a problémák vannak a konfliktus kezelő képességével? Momentán a törött csuklóimmal vannak problémái, meg a lefagyóban lévő farkammal. Higgadjon le, kérem, épp segíteni próbálok. Méghozzá felebaráti alapon, grátis, ha nem venné észre. Ezután a férfi torkából szakadt ki a sikoly. Azzal segít, hogy trottyossá analizál, holott csupán annyit kérek, hogy tegye már el az átkozott farkamat. Tipikus kapuzárás előtti pánikroham, bólintott szigorú arccal az anya. Minden férfi átéli egy bizonyos életkorban, sok házasság megy tönkre emiatt. Az öné hogy áll? A 8 és 10 év körüli gyerekek illedelmesen ültek a szülők mögött, szép tiszta ruhát viseltek, és csak befelé kuncogtak. Tönkre ment, de ennek mi köze a kékülő farkamhoz? Sok, uram, nagyon is sok. Ön nyilván nem teljesen műveletlen, tehát hallott arról, hogy a különféle életkorokat minőviselkedési modellek jellemzik. Ön nyilván elhanyagolta az ábortságot, negligálta intim kapcsolatát, sértő vicceket mesélt otthon, amelyekben mindig a nő öregecskedett, sohasem a férfi. Folyton emlékeztette áldozatos hű nejét a vénülésre, és persze úgy, mint ez csak is nőkkel történne meg, férfiakkal soha. Sokkal több idős pasas vesz el fiatalabb nőt, mint fordítva, rikkantott harciasan a törött kezű. A média reggeltől estig az ilyen eseteket halsogja. Na, uram, fintorgott a terapeuta. Ám a dekoratív ifjú nők nem a gilisztájuk, ráncaik, protkójuk iránti vonzódásból sietnek nőül menni az agastyánokhoz. Koldus szegény agastyánok miért nem kérkedhetnek tini korú nejekkel? Nézzem már szembe a tényekkel. És aztán csukjam rá az ajtót a farkamra. Hiszen csak annyit kértem kegyettől, hogy tegye el. Uram, mivel minden problémáját ön okozta magának, önnek is kell megoldani azokat. A mély légzés, valamint a meditáció sokat segíthet. A kislány iskolásan felemelte két ujját. Én elteszem a farkát a bácsinak, ajánlkozott. Biztosan tényleg fázik szegénynek. Múltkor megtiltottátok, hogy nyalogassam a fagyos korlátot, úgyhogy kipróbáltam, miért tilos. Tudom, mit ér ez a bácsi. A lányka lendült, hogy segítsen, apja ráförmett. Nem teszed el a bácsinak. Eltenyem én, jelentkezett az egy-két évvel idősebb fiú. Nem ügy, a sajátomat is sokszor megfogom. Beszélned kell a kicsikkel, drágám, sikkantott a nő. Mégiscsak te vagy a férfi a családban, nem fogtoshatják idegen bácsik hímtagját. Mi az a hímtag? Kérdezte a kislány. Az asszony a törött kezű férfira merett.
Szégyelje magát, rohadt pedofil, utálom a fajtáját, takarodjon! Mi az, hogy pedofil? Firtatta a lányka. Olyan, akinek sokszor elő van a farka, mint a tesi tanárnak. Bruno, légy férfi, visított a nő. A balul járt fickó odébb állt. A következő kocsiban veszteglő pasasok egyikének kínosan ápolt bajusza és áthatóan férfias kisujjázása volt. A másik hímnemű színesen öltözködött és magas hangon beszélt. Meghallgatták a törődkező személy óhaját, tűnődtek egy keveset. Drágám, meg ne próbáld elrakni neki, nyefogta a célna hangú férfi. Miért ne? Van fogalmad, milyen ocsmány a fagyási sérülés? Először csak megkékül, aztán elüszkösödik, végül szétrohad. Amputálni kell. Ha nem amputálják a répácskát, az ipse kipurca. Jól van, mókus nyulacskám, megdumáltál, akkor én majd elteszem neki. Rá se pillancs, pixiském, hördült a bajuszos. Ha csak a szemeddel megmered érinteni, vége köztünk mindennek. Jaj, maci csillag, hogyan érinthetném meg a szemeimmel? Nem látod, hogy ez csúnya képzavar? Elrakom neki a kedvedért olyan gyorsan, hogy közben fel sem mérem a hosszát, vastagságát, a keménységét sem. Veled amúgy sem versenyezhet senki. Ismerlek, majd én elteszem neki. Nagyon szépen kérem, tegye már el valamelyikük, sírdogált a törődkező férfi. Nyugi egy pillanat, szólt fenségesen a bajuszos. El lesz rakva a répácskád, ne izgulj. Máskülönben ez nem is olyan rossz ötlet, fene tudja, meddig dekkolunk még itt a hóban, fagyban. Nem sokára ránk sötétedik, valahogy melegen kéne tartanunk egymást. Engem maguk ne tartsanak melegen, nekem rakják el a farkamat, követelte a baluljárt. Mindhárman előcuccolunk és végigjárjuk a kocsisort, lelkendezett a domináns fickó. Jó buli lesz belőle. Eszedbe ne jusson, mackó hernyó, visított a színes ruhás. Abban a minutában megölöm magam, befekszem a kerekek alá. Feküdj, mint látod, nem mozognak a kerekek. Felvágom az ereimet. Nem hiszek neked. Ne provokálj, pucó macó, ne provokálj, múltkor is kiugrottam az ablakon, amikor azt a kerekpopójú fickót méregetted. A szuterénból ugrottál ki, ezt is tett hozzá. Na és, viszont közel volt a talaj, tisztára lezúztam a térdemet. Eltenné valaki a farkamat? Pityergett a balesetes. Jó van az ott, büszke lesz rá, legyintett a bajuszos. Nem mondod komolyan, sikkantott a cérna hangú. Nem látod, hogy kicsike? Mert most fázik. Satszolj már utána, ha a hidegtől a tizedére töpped, mekkora lehet izgalomban? Szerintem jókora. Kérdés, meddig képes tartani magát? Utóvégre már nem mai darab. Ugyan, Pindur babó, az ilyenek csak addig bírják, míg elszámolsz háromig. Mitől vagy ebben ennyire biztos? A nyafogós vállat vont, körbenyalta ajkait, rezegtette a pilláit. A bajuszos felgerje, torkon ragadta a társát. Honnan tudod? Ismered a fickót? Jaj, cuncó puncó, hát nem látod rajta, hogy deviáns? A vontatott hangú hímnemű a törötkezőhöz fordult, barátságosan megpaskolta az örgősre fagyott szerszámot. Heteró vagy, nem igaz? A balul járt férfi hétrét görnyedt a paskolgatás kínjától, hajbókoló tartásban hátrált el a szerelmesektől, még jó ideig hallotta a hátrahagyottak közt kialakuló perpatvar hangjait. Térdével kopogtatott a soros kocsi ajtón, apácák kukkantottak ki a járgányból, ők sem tették el kékre fagyott bájtagját. Jóságosak lévén nyomban imába fogtak gyógyulásáért, és megáldották legpekesebb porcikáját. Nászutas pár következett, aztán újfent családok, különböző korú gyermekekkel. A felháborodás nőttön nőtt, lincselésig érkezett. Végre egy helikopternyi, sötétruhás, árcacsapkás kommandós zúdult le a magasból. A mutogatós férfit elgáncsolták, megfektették, két karját hátra bilincselték. Azt kiabálták fogjuk fülébe, hogy most megvan, és már is daloljon, hová temette áldozatait. További helikopterekkel tévés tudósítók érkeztek. Az operatőrök aprólékosan lefilmezték a hős kommandósokat, valamint a bizonyosan többszörös kétgyilkos, éggé fagyott ivarszervét. Megörökítették a pederaszta, pedofil szörnyetek, sőt rém elhurcolását és a tőle rettegő sokaság megkönnyebbülését. Az elkövetkező hónapokban a jó tündér fokozottan koncentrált, hogy maradéktalanul teljesítse a frissen vált férfi kívánságát, így hát a hosszas rabságból szabadult szerv alaposan elől maradt. Utóvégre ezért vannak a jó tündérek.